Közlekedési gondok. Ha két autó találkozik az Őszi Barack utcában, akkor csak a járdán tudják egymást kerülni. A Fodros utcában pedig a parkoló autók okoznak balesetveszélyt. Felújítás miatt bezárt a posztárt. Kérdés, hogyha végeznek a munkákkal, akkor újra nyit-e a létesítmény, mert az önkormányzattal kötött szerződés lejárt. És mutassátok meg, hogy megmutattok. A Koldus operát játsszák a Latinovic Színházban. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Ha két szembejövő autó találkozik, akkor csak a járdára hajtva tudják egymást kikerülni az Őszi Barack utcában. A közeli Fodros utcában pedig a parkoló járművek okoznak balesetveszélyt. Ezekkel a problémákkal keresték meg a körzet önkormányzati képviselőjét az ott élők. Mivel a közelben iskola is van, ezért a reggeli és a délutáni nagyforgalom, valamint a gyerekek közlekedése miatt még nagyobb figyelmet érdemelnek az észrevételek. Az önkormányzatnál már foglalkoznak a lehetséges megoldásokkal. Mutatjuk, hogy mi a helyzet, és eddig milyen megoldási ötletek születtek. A reggeli, az esti és a kora délutáni iskolai időszakot leszámítva viszonylag nyugodtnak tűnik az Őszi Barack utca forgalma. Pedig nagyon sok a probléma, főleg a Tél utca és az Őszi Barack utca kereszteződésénél. Valamit ezzel a járdával kapcsolatban próbáljunk megoldást találni, mert az autók gyakran, amikor egymással szemben találkoznak, akkor fölhajtanak a járdára, és ott a gyerekek közlekednek, illetve nálunk is előfordul a kapun kilépés közben, hogy vissza kellett lépni a kapura, mert két autó találkozott, fölhajt az egyik a járdára, és ez egy örökös probléma, most már elmondhatjuk. Télen a hóesés közben, ugye, amikor esik a hó, takarítjuk a járdát fél óránként, mert az autók fölhordják a havat a járdára, úgyhogy ha lehetne valamit kezdeni ezzel, vagy megmagasítani a járdaszegét, vagy én nem tudom milyen megoldás. Erre szakemberek ezt jobban tudják valószínűleg. Egyébként önnek mennyire könnyű itt kiállni, mert látom, hogy itt lakik a sarkon. Hát ez mindig szerencse dolga. Ha többen megyünk az autóval egyszer, akkor valaki segít nekem kiállni, egyébként pedig hát hangra, és hát bízva vak szerencsébe baj ne legyen. Tudom, hogy ha valami történne, jelennék a hibás, ugye, mert nem adom meg az elsőség, de esélyem nincs rá, mert semmit nem látok. De nem ez a fő probléma természetesen, az, hogy itt a gyerekek az iskolába jönnek le, ugye lögdösődés, egy piciket, hogy a gyerekek közlekednek. Volt már ebből probléma, hogy csak ugye miután nem történt személyi sérülés, így gyakorlatilag ugye nem került a látótérbe. Az említett járdán és a szűk utcaszakaszon kívül sokan szeretnék elérni évek óta a járda közepén lévő oszlop áthelyezését, vagy földbehelyezését is. Míg az egyik problémát talán az önkormányzat szakemberei orvosolni tudják, addig a másik már az elmű hatáskörébe tartozik. Nyilván van egy közlekedési szabály, miszerint ugye a Budapest út felől jövő autóknak lenne elsőbsége, de hát ezt nyilván nem minden esetben tartják be, illetve az udvarasági szabály sem mindig működik. Ráadásul vegyük figyelembe azt, hogy reggel ugye mindenki nagyon siet és kapkod, gyorsan mennek sajnos sokszor az autók, mellette tele van a járda gyerekekkel, tehát úgy gondolom, hogy valamifajta megoldást kéne itt a járda a patkával kapcsolatban elérni, hogy tényleg előzzük meg az esetleges veszélyhelyzeteket, ne adj Isten a baleseteket is. Egy előzetes vizsgálata volt a járdának, és abban maradtunk irodatvezető úrral, hogy januárban mindenféleképpen valamifajta intézkedést el fognak rendelni, tehát még részletében megvizsgálják azt, hogy mit tudnak tenni. Az oszlop ügyében sajnos ott nem igazán várható semmi nemű változás, hiszen ez az elműnek a jogkörébe tartozna ennek az oszlopnak a áthelyezése, de az ő meglátása szerint technikailag nem tudják máshova áthelyezni. Így tényleg csak az marad, hogy kérjük a gyerekeket is, kisamákat is, akik balkocsival közlekednek, hogy próbáljanak meg minél egyszerűbben, és hát vigyázzanak magukra balesetmentesen átkelni, mert egyenlőre az oszlop helyzete azt hiszem, hogy a közeljövőben nem nagyon fog megváltozni. Nem csak az Őszi Barack utca okoz állandó problémát az ott közlekedőknek, a felújított Fodros utca felső része is balesetveszélyessé vált az ott parkoló autók miatt. Az út kitűnő, nagyon szépen tisztességgel megépítették, de úgy tűnik, hogy az itt parkoló járművek ebben a beláthatatlan kanyarban erős veszélyhelyzetet teremtenek. Egyszerre jöhet jármű föntről és lentről, nem látják egymást, különösen, hogyha sötét is van, és ez a körülbelül 4 méteres
szélességű, szabad út nem teszi lehetővé, hogy a kanyart úgy vegyék be, hogy egymásnak ne menjenek. Az a véleményem, hogy előbb-utóbb nagy csattanás lesz. Ha itt az úttest csúszósá válik, akkor módja se lesz a vezetőnek, a lefelé jövőnek korrigálni. Történt már egyébként olyan helyzet, ami balesetveszélyes volt? Látott már olyat? Lehet látni, hogy egy jármű valószínűleg le kellett, hogy térjen, és az egyik kerekével már az egyébként nem tömörített földhányásra ment. A kényszerűen levágott kanyar szerencsére nem okozott balesetet, de sötétben kevésbé jó látási és közlekedési viszonyok között egy hasonló kicsúszásnak akár komolyabb következményei is lehetnek. Itt egy tipikus budaörsi problémára állunk szemben, naponta kapok olyan bejelentéseket, hogy parkolási mizéria van körzetemben. Ez meglátásom szerint sokszor abból is adódik, hogy sokan nem állnak be az autójukkal kerítésen belőle, hiába van mondjuk egy garázsuk, holott Budaörsön azt gondolom, hogy súlyozottan erre oda kéne figyelni, hiszen átlagban háztartásonként lassan 3 autó van egy család tulajdonában, ami egyik oldalon nagyon jó, de másik oldalon parkolásilag viszont egyre nehezebb helyzetet és egyre nehezebb megoldható helyzetet okoz számunkra. Itt, ami a Zaradi utca és a Fodros utca találkozásánál kialakult helyzet, ezt már felvázoltam ugye testületi ülésen a műszaki iroda felé, ígéretet tettek arra, hogy az ügyet kivizsgálják, és valamifajta megoldás történik, hogy vagy valamilyen parkolástiltó tábla lesz kihelyezve, hogy várakozni tilos tábla kerül kihelyezésre, vagy éppen esetleg felmerült az is, hogy az utcának a menetirányát megváltoztatnák, vagy pedig kikerülne egy tükörnek a kihelyezése a sarokra, hogy jobban belátható legyen ez a kanyar, amely meglátásra szerint szűkebb lett, mint ami korábban volt, hiszen korábban ilyen problémákat erről a kanyarról nem kaptam. Ráadásul maga ugye ez a lejtő is eléggé mély, most lett kialakítva, még igazán nagyon jeges időszakok nem voltak, de félő az is, hogyha esetleg ez az utca az még csúszosabbá fog válni, és parkolautók lesznek, félő, hogy esetleg balesetek következnek be. A Posztárt művészeti vezetője Selmeci Ágnes van itt ma este. Kezi Csoklom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Januári első városi magazinunkban már bemutattuk, hogy bezárt a Posztárt, mert különböző felújítási munkák kezdődtek el. A nagyon nagy kérdés most az, hogy egyrészt mi lesz addig, ameddig tart a felújítás, és mi lesz utána. Kezdjük ez utóbbival, mert szerintem ez a legfontosabb kérdés. Ugye a Szent Tarzicius Egyesület működtette hivatalosan a Posztártot, december 31-ével lejárt a szerződésük. És kérdés, hogy meghosszabbítja az önkormányzat, mert hogy a legutóbbi testületi ülésen az hangzott el, hogy a Szent Tarzicius Egyesület vezetője képviselőjelölt volt, és jelenleg is az egyik pártnak a pénzügyi tevékenységét végzi, ezért nem támogathat az önkormányzat egy ilyen egyesületet. Lesz-e jövője a Posztártnak? Mi itt a helyzet? Természetesen a Posztárt élni fog. Azt hiszem, hogy a városban mindenki megbecsüli úgy a vezetőség, az önkormányzat polgármesteri hivatal részéről is, mint a lakosság részéről, akik ide járnak. Az, hogy kivel kötnek szerződést, az egyenlőre még nem dőlt el, tehát az a felújítás után derül ki. Egyenlőre szerződést kötöttek velem arra, hogy a raktározást, illetve én beadtam egy kérvényt, hogy fönt az emeleten hagy folytassuk azokat a tevékenységeket, meg a Budaörs Fesztivál irodájának szerettem volna egy helyiséget, plusz a Posztárton működő különböző csoportok, a Ritmikon, a Tücsökzene, a Múzsák Társulat, a Katapult Kamara Kórus, hogy én felelősséget éreztem, mint művészeti vezető ezek iránt, az emberek iránt, hogy most ne legyen az, hogy bezár a Posztárt, és szélne keresztjük az összes embert, és mindenki mindenhol kopogtat, hogy hol folytathatná a tevékenységét. Tehát ott az emeleten akkor így teljesen hivatalos szerződésünk van, tudjuk folytatni ezeket a nagyon pici műhely munkákat, klubfoglalkozásokat. Ez is egy érdekes, mert szerintem mindenki tudja a városban, de azért mondjuk el, hogy a Posztárt az egy kulturális szintér, így nevezzük, de mondjuk ellentétben a Művelődési Házzal, ami önkormányzati intézmény, és ami közpénzből működik, és főállású alkalmazottak vannak. A Posztárt az egy egyesület által működtetett, senki nem kap érte fizetést, gyakorlatilag 0 forintból működik, az önkormányzat azzal támogatja, hogy ingyen átadta ezeket a helyiségeket. És mégis egy nagyon jól működő kulturális szintér, rengeteg látogatója van, rengeteg színes program van ott.
Több dologból áll, erről lehet, hogy majd egyszer külön is tudunk beszélgetni, hogy hogy működhetnek, meg mondjuk kvázi, ha egyszer valaki megkérdezi nekem, mi a véleményem ezekről a dolgokról, hogy azt hiszem, hogy bebizonyítottuk azt, hogy működhet így egy ilyen kulturális szintér. Nagyon sok ilyen működik különben Budapesten bent, ezek az önfenntartó helyszínek, amik bérleti díjakból és minden más egyébből tartják fönn magukat. Én azt gondolom, hogy ez inspiráló is az emberre, hogy úgy szervezzek egy programot, hogy ha jól sikerül, akkor ki tudom fizetni, ha nem, akkor meg bele kell nyúlni a zsebünkben. A Posztát Café működését is ez hozta létre, hogy gyakorlatilag annak a bevételekből fedezzük, finanszírozzuk a kulturális programokat, ami már nagyon magas költséggel járott, muszáj valami alacsony belépőt szedni, de ott is, ha nem jön be, akkor ezt így kiegészítjük. Jó, de eddig az önkormányzattól ingyen kapták a helyiségeket, és ilyen olyan módon megpróbálták előteremteni a működésnek a költségeit. Azt hozzá kell tennem, hogy természetesen ingyen fizettünk is egy jelképes összeget. Tehát még fizettek is az önkormányzatnak. Mi fizettünk az önkormányzatnak, az önkormányzat mindig jelentős segítséget nyújtott abból a szempontból, hogy a színpadot tőlük kaptuk, tehát gyakorlatilag, hogy ők kérték vissza arra néhány eseményre, meg bizonyos dolgokat nem kellett a fűtést kifizetni, az egy nagyon jelentős összeg. Megmondom őszintén, hogy én gondos gazda módjára próbáltam kezelni, vagyis kezeltük mindannyian az egyesülettel az épületet, tehát mindig figyeltünk arra, hogy használjuk a villanyokat, a fűtést, a fűtőtesteket, nagyon figyeltünk arra, hogy mit a nagy teremben néha télen 2-3 működik csak, tehát hogy ezzel próbáltuk mi is viszonozni ezt a szívességet. Természetesen sokkal jobb és sokkal, nem azt mondom, hogy színvonalasabb, mert nem igaz, hanem sokkal könnyebb dolgunk lenne, hogyha önkormányzati támogatásból csinálhatnánk, hogy egyszer remélem, hogy ez is lesz, ez is megvalósulhat, mert hogy ugyanúgy, hogy de gyakorlatilag nem is azt mondom, hogy ez megkülönböztetés, mert tudnélik, így vállaltuk ezt annak idején. Tehát ez világos, önkormányzat... de fizetést nem kapnak érte, nem, se ön, se senki, nem, és nem. Mondjuk a programok megszervezéséhez sem kapnak önkormányzati pénzt. Nem, de azt kitermeljük mi a bevételeinkből, a bérbeadásokból, a bérlőink vannak, tehát hogy minél több bérlőt vagy születésnapokra, programokra kiadjuk, és akkor mi ebből tartjuk fel magunkat. Jó, de most az volt a képviselőtestületi előterjesztésben, hogy az átmeneti időszakra, amíg a felújítás zajlik, és amit ön is említett, hogy megkaptak néhány helyiséget, ahol a műhelyünk tovább folytatódhatnak, ezért bérleti díjat kell fizetni. Igen. Tehát még korábban ingyen kapták, most fizetni kell érte. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jogos. Először megmondom őszintén, elakadt a szavam, mert hogy miből fogom kitermelni, de viszont mi egy nagyon jó közösséget hoztunk létre, és gyakorlatilag ezt az összeget szétdobjuk. Tehát az ott dolgozó múzsák társulat, a festőművészek, a Ritmikon szétosztottuk tök egyenlő módon, és közösen kifizetjük, és én leszerződök az önkormányzattal, és utána én meg leszerződök a többiekkel. Világos. És így is megoldjuk. Ezek a műhely munkánk, akkor ezeket nem úgy kell érteni, hogy ez a szélesebb közönségnek szólnak, tehát mondjuk rendezvények nincsenek. Hát ilyen aprók, mert a Tücsök zenére, mit tudom én, 5-6-8 szülő jár a kisgyerekével, a Ritmikon próbák, azok zajlanak, a Katapultnak is a próbái zajlanak, tehát persze én rögtön azt gondoltam, hogy úgy gyerekek, csináljunk minitárlatot, meg csináljunk ezt, csináljunk azt, azért majd nyugtával dicsérjük a napot, és meglátjuk, hogy mire vagyunk képesek. Megkerestem a városba több kulturális intézményt, hogy a nálunk futó nagyobb és sikeres programokat, mint a Posztát Quizt, hogy tudnánk átmenekíteni erre az időre, úgyhogy Simon Erikával tárgyalunk a megoldásra, és akkor havi egy alkalommal az ő szárnyai alatt ez meg fog valósulni. A művelődési ház, igen, partner, meg a színház is. De egy kulturális szintérben legalább annyira fontos a folyamatosság, mint mondjuk, ha egy étteremről, vagy egy autószerelő műhelyről, vagy bármiről beszélünk. Tehát 4 hónap alatt nagyon elszokhat a közönség. Hát ezért egyik szemem sír a másik nevet, vagy egyik szemünk sír a másik nevet, mert nagyon sajnáljuk ezt az időszakot. Én megmondom őszintén, teljesen milyen nagy amplitúdóval mozognak az érzelmeim. Én bízom abba, hogy egy olyan helyszínt hoztunk létre Budaörs életében, hogy nem fognak elszokni. Az emberek folyamatosan tartjuk majd a vendégekkel, az érdeklődőkkel a kapcsolatot, tehát tudósítunk az építkezésről, nem arról, hogy most milyen munkák folynak természetesen, hanem a nyitásról, a terveinkről, stb., hogy ezt biztos, hogy fönn fogjuk tartani ezt a kapcsolatot folyamatosan. Én bízom abba, hogy nem fognak elszokni, hanem mindenki örömmel veszi birtokba majd a megújult
Posztártot. Akkor, ha folytatódik, már pedig akkor feltételezzük, hogy folytatódik, bár ugye aláírt szerződés még nincs, akkor mennyiben lesz jobb a Posztárt, mint eddig volt? Ugye nagyon nagy problémájuk volt, hogy a különböző csövek, amik a mennyezeten mentek, azokba folytak különböző, nevezik így, hogy folyadékok, és ezek meg is zavarták mondjuk a rendezvényeket. Nem kicsöpögtek a csőből, igen, hanem csak lehetett hallani, hogy ott folynak. Zajt adott. Ez burkolásra kerül, tehát kap egy olyan burkolatot a cső, hogy hangszigetelő burkolatot és egy fedést is, tehát ez is meg lesz. Új burkolatot kap a föld, vagyis a padlózat, ott födémcsere lesz lent, tehát nem a plafonnál, hanem lent, miután mi egy ilyen boltíves pincére épült föl ez az épületszárny, tehát az meg lesz erősítve, új burkolat lesz, a folyosón ki lesznek cserélve, lambériákat leszedik, az is többször okozott már problémát, hogy régi elavult volt a világítási rendszer, hát ezt tudom, hogy már mindenki rosszul van tőlem, de hogy új WC-k lesznek, úgyhogy ez is egy folyamatos probléma volt, ez egy nagyon régi épület csőhálózata, tehát nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kultúrát körülmények között tudják használni, de hát tényleg nagyon szépen, legalábbis ott a tervek alapján is biztos vagyok, hogy lesz egy külön színész, öltöző színész WC-vel, teljesen kultúrát körülmények várnak majd mindenkire. Akkor sokkal jobb lesz, mint volt, ha elkészül. Igen. Viszont pont azt a feelingét veszítheti el, mint ami mondjuk eddig volt, tehát a romkocsmákat is nem véletlenül szereti annyira a közönség. Nem fogja elveszíteni, mert tehát olyan nagy szépészeti beavatkozások nem történnek, tehát hogy az a feeling az megmarad. Én egyet szeretnék majd, hogy amit jeleztem is az önkormányzat fele, hogyha lenne egy ilyen pici mozgásterünk, hogy ne fénycsövek legyenek, mert az nagyon nem illik ehhez a helyszínhez, hanem én nagyon szeretnék ilyen pókháló lámpákat, én remélem meg képmegvilágítást, hogy ezt is meg tudjuk még valósítani, akár úgy is, hogyha fölajánlásokból tudjuk beszerezni ezt, hogy plusz költséget okoz, és mondjuk, hogyha már nem férne bele esetleg, de a hangulat mindenben teljesen ugyanazt fogja visszakapni a közönség, egy picit komfortosabban fogja mindenki érezni magát. Hivatalosan április végére befejeződik a felújítás, de mi van, ha mégis csúsznak a munkálatok? Ugye május 1-én Budaörs Fesztivál, és a Budaörs Fesztiválnak mindig egy kiemelt helyszíne a Posztárt. Akkor most nem lesz a kiemelt helyszíne, vagy egyáltalán a helyszíne a fesztiválnak? Megoldjuk, majd megkerestem már előzőekben az összes kulturális intézményt, ahol elképzelésem szerint ezeket a programokat meg tudjuk valósítani, remélhetőleg véglegesen, hogyha arra kerül a sor szerződéskötésre, mindenki abszolút partner és társ lesz ebben, tehát a programok zajlanak, akkor a Posztár ebben az évben kimarad, de én nagyon remélem azt, hogy az építőipar csodákra is képes, nagyon jól haladnak a munkálatokban, azonnal elkezdték a beköltözés után a bontási munkálatokat, tehát én nagyon bízom, hogy a befejezést is ugyanígy, hogy büszkén állnak még a kivitelezők is, hogy Budaörs egyik kiemelt kulturális helyszínének a helyrehozatalában ők segíthettek. Én ebben bízom, de lehet, hogy nagyon érzelmi alapon kezelek mindent, és lehet, hogy ezt nem kéne, kicsit racionálisabban, de szerintem készen lesz és sikerülni fog. Várjuk a folytatást és a fejleményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Opera következik, de nem szokványos, hanem a londoni szegények világában játszódó Koldus opera. A mű megírásakor mindössze 30 éves, de szemtelenül nagyképű Bertolt Brecht valóban radikálisan újat alkotott. A színészeinek azt mondta, mutassátok meg, hogy megmutattok. A nézőinek pedig azt, ne vágjátok már ezt a romantikus képet. Azt, hogy hogy néz ki ez a budaörsi Latinovics színházban, a következő percekben láthatják. És a cápa, hogyha gyilkol, síkos teste, tiszta vér. Micska hokszűn kesztyűt láthatsz, és a kesztyű ófehér. Rendkívül erős és egyedi előadással készült december végén a budaörsi Latinovics Színház. Bertolt Brecht Koldus operáját állították színpadra Fehér Balázs Benő rendezésében. A különös közegben egy színházi sátorban játszódó előadás a társulat szinte minden tagját megmozgatta. Bicska Maxi szerepét Brass Bence alakította. Komolyan
itt akarod megünnepelni az esküvőt, hiszen ez egy közönséges lóistáló, ráadásul nem is a miénk. A deponsi hitelszegény. Betöréssel kezdjük új életünket, Maxi, hiszen ez mégiscsak életünk legszebb napja. Minden úgy lesz, ahogy akar. Már hozzák is a berendezést. Hello! Sajnos otthon voltak a tulajdonosok, először ki kellett püstölnünk őket. Ha? Szép napokat kívánok! A parkban kinyifadt egy rendőr! Megtettük, amit tőlünk telik, áldás békesség. Egy megletulat azon meg kicsit ki kellett dekorálni. Nem hiszem azon, hogy komolyabb a jelenti. Ez a neoistorizált képzőművészeti műre megtemrék még a belga nagykövet asszony tulajdonát képezte. Gyüleszások, utasításom úgy hangzott, hogy a vérontás kerülendő. A gyomrom felfordul, ha rá gondolok. Sohasem lesztek üzletemberek. Kanibálok vagytok, nem üzletemberek. A második zenész szerepem itt Budaörsön, Forgács Péterrel csináltunk egy arab éjszakát, amit Kéménci Antal megzenésített, és egy ilyen kortárs opera lett belőle, de ilyen, hát nem mondható azért klasszikus zenés darabnak, hiszen ez egy Brecht Kurzweil darab, tehát hogy inkább ilyen szongok vannak benne, nem musical, de hát ez egy nagy zenés darab, ami egy nagy kihívás mind vokálisan, mind színészileg, mert szerintem ez egy nagyon nagy irodalmi szerep, amit nagyjából mindenki ismer, ha jól tudom, több mint 60-szor mutatták már be csak itthon ezt az előadást, és az benne a kihívás, hogy az benne az izgalmas, hogy miért akarjuk most ezt megcsinálni, és hogy képzeljük el ezt az előadást. És szerintem a Benő egy egészen érdekes formát talált rá, és nagyon belőlünk dolgozott. Úgyhogy reméljük, hogy ezt meg tudjuk mutatni kellőképpen a nézőknek. Pollit, Maxi kedvesét, a Koldus király lányát, Kurta Niki alakította. Nyilván van egy ilyen teher, egy ilyen produkció, amit már százféleképpen láttunk, tehát rengeteg országnak, rengeteg megközelítése, rengeteg rendezőnek verzióit láttuk erre az előadásra. Ez nyilván tud egy teher lenni, de nagyon nincs más választás, mint ezt így lerázni, és egyszerűen csak arról beszélni, hogy ez nekünk miről szól, és megtalálni azt, amit ezzel mi meg tudunk fogalmazni, vagy kifejezni, és hogyha ez akár mondjuk közhely, vagy akár már láttunk ilyet, szóval nem kell csak azért is valami teljesen más csinálni, mert hogy az már volt, és én ennél egyedibb vagyok, mint... Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak, hogyha mögé tudsz állni egy-egy gondolatnak, vagy egy helyzetnek, vagy jelenetnek, vagy magának az előadásnak, akkor az érvényes. És szerintem egy nagyon érvényes formát találtunk erre, tehát maga a színjátszási technika, és egy kicsit ez az elrajzolt, azért rajzfilmnek nem nevezhető, de kicsit ilyen komédia, dell'arte és játék stílus, szerintem ez egy nagyon jó találat erre a Brechti elidegenítő világra. Nagyon izgalmas a tér, nagyon szokatlan, és egy nagyon egységes világ lett. Szóval ez a Benőnek nagyon nagy érdeme szerintem, hogy ez egy nagyon, mégis egy egyedi dolog tudott lenni, mindannak ellenére, hogy mekkora múltja van ennek az előadásnak. Az ember joga itt a földi létben, a boldogság is csak pár percig hogy részesüljön mindenféle képen, ne kővel tömik teli, hogyha enni kér. Az ember joga ez a földi létben, de sajnos csupán azt látottuk eddig, az igazság ez mindig rajta vesz. Nagyon kifejezőek lettek a jelmezek, illetve a díszlet és a tér úgy van elképzelve, hogy egy rendezvény sátorban játsszuk az előadást, ami szerintem alapvetően ad egy ilyen elidegenítést attól, hogy elemeljük a kis reál szituációból ezt az előadást, és ebben mozgunk.
Hát az előadás különlegessége, maga a darab különlegessége, hogy akkor működik szerintem, hogyha elég szélsőséges. És a szélsőséges játékmódot is igényel, ami viszont még jobban igényli azt, hogy az ember mögé álljon és nagyon pontosan játszon, és adott pillanatokban át tudjon váltani egy-egy reális szituációba, reális viselkedés formába. És ennek az ötvözete fogja majd adni a mi eszenciánkat, remélem. A nyomorult alaptípus, ami alkalmas az emberi szívek meglágyítására. Ha az ember megpillantja ezeket a típusokat, természetellenes állapotba kerül, vagyis hajlandó pénzt adni semmiért. A felszerelés, a rendszerváltás áldozata kínosan rángatózik, villamoson is zaklatja a járókelőket, lopott újságot árul, undorkeltéssel éri el a hatást, az undort nosztalgikus történetekkel enyhíti a régi szép időkről. Elnézést, hogy megzavarom a tömegközlekedésbe, de úgy átment rajtam az élet, hogy egyszerűen muszáj vagyok. Én vagyok a két lábon járó példája annak, hogy régen minden jobb volt, de sem már nem is segíteni a másért nem legalább a régi szép idők emlékére. Mikor ez a darab íródott, szerintem olyan nagyon sok minden nem változott azóta, szóval azok az aktualitások, azok ma is aktualitások, és nincsenek benne úgymond ilyen kikacsintások, mert pusztán az, amiről szól ez a darab, az elég erős ahhoz, hogy ez jelen idejű legyen most is. Szóval nem kellett így aktualizálni, vagy nem tudom mi, mert aktuális önmagában, ahogy van. Mindjárt vége a pénteki városi magazinnak. Hamarosan jön Bétót László és az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsor, majd a K.O. politikai vitaműsor, de még előtte megmutatjuk a hétvégi budaörsi program kínálatot. Grafológia alapismeretek tanfolyam indul a lakótelepi közösségi házban szombaton 10 órától. A részletekről a 0623 703 004-es telefonszámon érdeklődhetnek. Hogyan és miért legyen kapszula ruhatárad címmel várják az érdeklődőket a Major kávézóba vasárnap délután 3 órára. Az előadásban szó lesz a divatipar sötét oldaláról, a természet és az ember kizsákmányolásáról, valamint a minimum ruhatár összeállításának szempontjairól. Érdeklődni és jelentkezni a hello@pinkponilo.com e-mail címen tudnak. Háborúban és békében a Közel-Keleten címmel tart előadást Cseh Zsombor a multikulturalizmusról Jordániában és Libanonban, hétfőn este 7 órától a Művelődési Ház világjárók sorozatának keretében. A belépés ingyenes. És végül, de nem utolsó sorban, Horváth Ernő fotóriporter Történeteim, Történelem című kiállításának megnyitójára mindenkit szeretettel várnak a Városháza aulájába hétfőn 13 órára. A műsor legvégén pedig, mint mindig, láthatják az elérhetőségeinket, ahová megírhatják véleményeiket, ötleteiket, kritikáikat. És közben elmondom, hogy a hétvégén megismételjük az összes eheti műsorunkat, egymás után láthatják az egyes adásnapok egyes műsorait. A hétfői első műsorral, a hétfői Városi Magazinnal kezdünk, szombaton és vasárnap is reggel 6 órakor és délután 5 órakor. Én kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hétfőn találkozunk, minden jót, viszontlátásra! Városi magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk, itt a Budaörsi Városi Televízióban.